Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Tokics Péter vagyok. Ebben a negyedében a Biblia tanulmányunk Jeremiás próféta könyvéről szól, melynek szerzője dr. Tokics Imre. Tőle kérdezem a következő kérdést. Imre, miért volt szomorú Jeremiás próféta? Jeremiás azért volt szomorú, mert látta a végzetet, látta a fogságot, látta, hogy népének egy legnagyobb része vértanúságban fog meghalni, látta jelképes módon prófétai tekintetében a lángoló falakat, a pusztuló templomot, az édesanyákat, amint a halálban is magukhoz ölelik gyermekeiket. És amikor Jeremiás látta azt, hogy az ő üzenetét, amely nem az övé volt, hanem az Isten adta számára, az Isten üzenetét, amely rajta keresztül szólt a néphez, visszautasítják, akkor tudta, hogy a vég nagyon közel van. Jeremiás szomorú volt, nem azért, mert ő egy letargikus, depressziós típusú ember volt, hanem azért, mert látta a jövőt. És a jövő az nem valami pozitív volt, nem olyan volt, mint Ézsaiás, aki látta az eljövendő Isten országát, amint a gyermek, és a farkas, és a bárány, és az oroszlán együtt játszanak, hanem látta azt a hatalmas hadsereget, amely elfoglalja majd Jeruzsálemet, látta, hogy a szent város Sion felég, elpusztul, megsemmisül, és látta, hogy az a templom, amelyet felépített annak idején Salamon, teljes mértékben le lesz rombolva. És Jeremiás annyira közel volt a néphez, érzelmileg, annyira izraelita volt, annyira zsidó volt, annyira hithű ember volt, hogy együtt szenvedett a néppel. És amikor ezt a tanulmányt tanulmányozzuk, akkor gondoljunk csak arra, hogy Jeremiás túlmutatott saját idején, saját körülményein, saját történelmén, és egy kicsit a jövőnek szólt, az eljövendő jövőnek. És ebben az eljövendő jövőben jó, ha mi is meglátjuk azokat a fontos alappontokat, amire Jeremiás rámutatott. Köszönöm a választ. Kedves nézők, most nézzük meg a tanulmányt. Köszöntjük a stúdióból a kedves nézőket! Jeremiás próféta könyvét tanulmányozzuk ebben a negyedévben, és most elérkeztünk már az ötödik tanulmányhoz, aminek egy kicsit melankolikus, szomorú a címe, és Jeremiás próféta szomorúságával foglalkozik ez a tanulmány. De remélem, hogy ez nem ijeszt meg senkit, azok közül, akik már elhatározták, hogy ezt a műsort szintén követni fogják, hiszen nem csak szomorúsággal, keservel találkozunk, hanem találkozhatunk majd Istennek a hatalmával is. Itt a stúdióban külön szeretettel köszöntünk dr. Madarász Klári. Örülünk, hogy eljöttél Szegedről, és hadd mutassalak be úgy, mint aki a Szegedi Tudományegyetem olasz tanszékén tanítasz, és nagy öröm, hogy ismét itt lehetsz velünk. Én is örülök. És számítunk arra majd, hogy itt ebben a tanulmányban is, és majd a következő tanulmányban is nagyon sok olyan dologgal, olyan gondolattal is gazdagítasz majd bennünket és a nézőket is, ami talán a nyelvészet oldaláról is egy kicsit megvilágít olyan a Jeremiás életével kapcsolatos dolgokat. De azt hiszem, hogy nagyon gazdag a tanulmányunk, és akkor rögtön rá is térünk az alapigére. Péter, megkérhetlek, hogy felolvasnád. Hogy nem. Így hangzik, rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet.
Hát ugye ez egy nagyon, ahogy mondtad is, ez egy nagyon-nagyon szomorkás megfogalmazás, de én azt hiszem, hogy ezt helyesen kell érteni, legalábbis én úgy érzem, hogy Jeremiás nem egy végtelen elkeseredett panaszból mondja, hogy most milyen csapdába kerültem bele, hanem én ezt úgy érzem, hogy ő a szíve legmélyén egyetért az Úrral, az Úrhoz való hűséggel, és ő azt is akarja. És egyszerűen nem tudok más tenni, Uram, csak veled tudok egyetérteni, és csak a te utaidat járom, kerüljön, amibe csak kerül. Tehát valami ilyen értelemben értem én ezt, hogy rávettél, Uram, engem, mert nem arról van szó, hogy becsaptál, Uram, és most nem tudok kimenekülni ebből a csapdából, hanem Uram, én és veled... És Isten rosszat akarna. Nem akar rosszat nekem, nem. Veled abszolút egyetértek. Teljes szívemből melletted akarok állni, meggyőződéssel, és én nem is tudok más tenni. És ezt ő így fogalmazza meg ebben az esetben, bizonyára egyébként azért egy kicsikét el volt szomorodva, de nem az Isten miatt volt elszomorodva, hogy ő rávette, hanem hogy a többiek egyszerűen gyökeresen másképp gondolkoznak. Én engem az ragadott meg különösen, hogy azt mondja, hogy nevetséges élettem. Igen. Minden időre, mindenki csúfol engemet. Ezzel együtt, ha Jeremiásnak a szolgálatával foglalkozunk, nem azt látjuk, hogy Isten direkt olyan helyzetbe szorította bele, vagy arra predesztinálta volna, amiből ő nem tudott volna kiszakadni. A tanítói mellékletünk fogalmaz úgy, hogy Jeremiás könyvének a szereplői nem egy sakk táblának a figurái voltak, amiben a kozmikus erők játékszerként használható figurái lettek volna, hanem igenis mindenkinek megvan a szabad akarata és a szabad választási lehetősége. Hát ha már azt mondtad, hogy majd nyelvészkedni is lehet, akkor igen, már is élnék az alkalommal, tehát ha rávettél, és rávétettem. Ugye a rávétettem az azt jelenti, hogy rá lehetett engem venni, és én szabad akaratomból csatlakoztam ahhoz az elhíváshoz, amit tőled kaptam. Aztán utána ehhez képest nagyon furcsa az, hogy legyőztél. Ugye talán majd nem akarnék nagyon elébe menni, de ebben azt érzem, hogy Jeremiásnak nehézséget okozott, hogy azt kell hirdetnie, ami fájdalmas, ami szomorú, és amivel senki nem ért egyet. De nevetséges élettem, minden időre mindenki csúfol engem, ez az ő legyőzetettsége, legalábbis, hogyha itt nyelvileg elemezzük, akkor ez lehet az, tehát hogy azért lett legyőzve, mert nem tudta megtartani a méltóságát, és ugye előkerül a tanulmányunkban is, hogy ugye Jób hasonló helyzetben van, illetve Jónás. Tehát ugye ezek a jébetűs proféták, ezek valahogy, hát mondjuk Jób nem proféta, de ezek valamiben hasonlítanak egymásra abban, hogy olyan dolgokat kell mondaniuk, amit nem nagyon szeretnének valami oknál fogva. Tehát ugye Jónás sem szeretné hirdetni azt az ítéletet teljesen más okokból. De a nevetségessé levés az mind a kettőjüknek fáj. Így van. Úgyhogy a legyőzetés itt talán erre vonatkozik. Legyőzted, de arra is vonatkozhatna, hogy legyőzted az én személyes akaratomat, azt, hogy én még fiatal vagyok, nem akarok elmenni profétáskodni, vagy azt, hogy én szeretnék a családot, és te megtiltottad nekem. Tehát, hogy legyőzetés az azért sok mindent jelenthet. Sok mindent jelent. Nagyon köszönöm, Péter. Mindenképpen azért érezni ezekben, főleg az egész 20. fejezetet olvassuk, érezzük azt az emberi szenvedést, amit a bűnvilága jelent és okoz, jelen esetben Jeremiásnak. Tehát az, hogy minden másképp történik, mint ahogy kellene. És ő végzi hűséggel, odaadással a feladatát, és éppen ezért meg nevetségessé lesz, és az emberek gúnyolódnak felette. Mindenki csúfol engem. Hát és tudjuk, hogy milyen mély fájdalmat jelent, hogyha
csak azért, mert te rendes vagy, csak azért, mert tisztességes vagy, azért elkezdenek esetleg gúnyolni, hogyha visszagondolok ilyen fiatalkori időszakra, amikor a gyerekekkel az utcán vagy a téren, a grundon len voltunk, és akartam rendes lenni, és akkor ők meg elkezdenek gúnyolni, hát az borzalmasan fáj. Ugye, hogy ez a régi-régi szokásos helyzet, hogy na mi van, te nem gyújtasz rá, mert a anyuci kedvence, vagy mi van, és hát ennél fájdalmasabb megfogalmazást egy fiatal fiúnak nagyon nehéz mondani. Ezek mind-mind borzalmas szenvedést jelentenek, és érezni itt, hogy Jeremiás nem is akar más csinálni, de hát emiatt küzd ettől a szituációtól, küzd, és hát remekek ezek a többi profétáknak a hasonló párhuzama, vagy hát maga Jézusnak a párhuzama, a negyedik évet is, hogy ő is tökéletesen szívvel tett mindent, és hogy bántak vele, és hogy tekintettek rá? Igen, köszönöm szépen. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy minden generáció, vagy talán minden ember végigmegy azon a választáson, ami ugye Jeremiásnak is ott állt előtte a választás, hogy vagy elfogadja az isteni hívást, és azt bölcsességnek tartja, vagy pedig bolondságnak, ugye Pál apostol szavaira szeretnék itt utalni, aki azt mondja, hogy a kereszt ereje, vagy a kereszt bolondsága. Hát aki bolondságnak tartja a keresztet, az isteni üzenetet, az gúnytár gyává teszi, és igazság szerint nem csak azt az embert gúnyolja ki, hanem magát, Istent. Igen. És ilyen szempontból Jeremiás gyakorlatilag Isten oldalára állt, és azért vált gúnytárgyává, mert Isten oldalára állt, és talán ezért is panaszkodott Istennek. Mert Istent ő hatalmasnak látta, és Isten hatalmától várta a védelmet is. De számomra ez a tanulmány annak ellenére, hogy ilyen nagyon komoly, keserű panasszal kezdjünk és nyitunk, de mégis ez a tanulmány Isten meggyőző erejéről szól. Tehát Istennek olyan meggyőző ereje van, és mielőtt szót adnék neked, Péter, hadd említsem meg, ugye most emlékezik meg a világ a reformáció napjáról, mostanában, és Luther Márton is, nagyon híres volt Luther Mártonnak az a mondata, amikor a hitvallásának a visszavonására akarták késztetni, hogy azt mondja, hogy itt állok, másként nem tehetek. Igen. Tehát egyik oldalon ott volt az élet, konkrét életveszély, másik oldalon ott volt a saját lelki ismerete, a meggyőződése, mindaz, amit helyesnek hitt és tartott. És nem ő volt egyedül, hanem nagyon sokan voltak, akik ilyen konkrét veszélyekkel szembenézve is nem tudták megtagadni önmagukat. Vagy volt olyan is, aki megtette, de utána visszavonta a tagadását. Jeremiásnak is az lett volna a célja, az élete célja, hogy az emberek fölébrednek a hitetlenségből, megtérnek, megváltoznak, visszafordulnak Istenhez, és ezt szerette volna látni. És ez nem történik meg. Na de ettől még ő nem adja fel a küzdelmét, nem adja fel a célját és a feladatát, nem utasítja vissza, mert azt is mondhatnánk, hogy azt látja, hogy Isten nélkül céltalanná válik az élete. És valahol ez az, amit Luther is átérzett. Gondoljunk bele az ő helyzetébe, hát ha amennyire csak lehet. Hogy tudja, hogy ha most ő az előző tanításaihoz, írásaihoz hűséges marad, akkor kiátkozzák, és bárki megölheti őt. Na most, hát ez micsoda életbiztosítást jelentett? És egyszerűen csak azt tudta, hogy én nem tudom, hogy mit kellene nekem tenni, na de én csak azt akarom csinálni, ami az életemnek a célja. Istenhez hűségesen követni azt, amit én látok a Bibliából. Köszönöm szépen, Klári. És ehhez csatlakoznék, hogy ezt viszont nem lehet pusztán racionális meggyőződésből megtenni, vagy becsületből, tehát ehhez a hitnek olyan mélysége kell, ami nyilván Jeremiásban is megvolt, meg nyilván Lutherben is, tehát hogy egy olyan Isten tapasztalata volt, ami egyszerűen nem engedte. Mert hogyha az ember azt mondja, hogy jó, hát én meggyőződtem, hogy van Isten, és hát
leírtam ezeket a dolgokat, ezt tanítottam világéletemben, de hát ez most nem célszerű. Azt felül lehet írni, de a hitbeli, a hitet azt nem. Tehát az valami olyasmi, ami mint Jeremiásnak is a tűz majd ég a csontjaiban. Igen, erről beszélgettünk ugye még az adás előtt is, és én is úgy gondolom, tehát én pedig még csak azt tenném hozzá, hogy amikor valaki Isten mellett dönt, én hiszem azt, hogy Isten segít neki megmaradnia azon az úton, ami Isten szemében helyes, hogyha az ember ezt kéri. Tehát sokszor ember feletti erőre van szükség ahhoz, hogy az ember az árral szemben menjen, a környezetből mindenhonnan érkező nyomással szemben merjen szállni, és nagyon sokszor Isten megadja az erőt annak, aki kéri. Számomra ez kifejezetten vigasztaló. Egy rettenetes helyzet az, amivel Jeremiás szembenézett, és ez a vasárnapi tanulmányunknak gyakorlatilag a lényege. Jeremiás könyve 5. fejezetének a 26-tól 31. versei, illetve a 23. fejezet 14.-15. versei. Tehát mi volt az, ami Jeremiás számára a legnagyobb problémát jelenthette? Mert szerintem sok problémával szembenézett, az általános hitehagyás, történelmi veszélyek, nyomás, minden, de mi lehetett az, ami a legnagyobb probléma volt a számára? Péter, láttam. Itt rendkívül szemléletes a Jeremiási leírt mondat vagy szavak. Azt mondja a 26. vers, az 5. fejezetből, hogy mert istentelenek vannak az én népem között, gugolva fülelnek, mint a madarászok, tört hánynak, embereket fogdosnak. Ha csak ezt az egy verset emelem ki, próbáljuk meg elgondolni, hogy milyen élményanyaga lehetett Jeremiásnak ott élve az emberek között, hogy a gonoszsággal hogy vadásznak embereket ott a környezetében, a mindennapi életben. És ez milyen mélyen fáj neki. Hogy emberek, akik istentelenek, ugye ez a kifejezés, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy egyszerűen akinek nem számít Isten, aki mit foglalkozik ő vele, de abban a pillanatban, ha valaki istentelen, akkor igazából a gonoszság az olyan könnyen teret tud kapni a szívében, a cselekedetében, és ettől szenved, ilyen hangulatban éli a mindennapját. Szerintem nagyon szenvedhetett attól, hogy pontosan azok, akiknek Istent kellene közel vinni a néphez, a papok, illetve a proféták is istentelenek. Hát ez egy borzasztó dolog lehetett, mert a saját társai vagy kollégái között is egyedül kellett magát érezni, mert hogyha mondjuk van egy istentelen nép, de a vezetők mind tudják jól a dolgukat, akkor megteszik, amit megtehetnek. Itt meg arról van szó, hogy pontosan a papoktól és a profétáktól ered a nép istentelensége is, akik ugye rossz utakra viszik az embereket, és szerintem ez borzasztó lehetett, nem csak azért, mert teljesen reménytelennek tűnhetett az, hogy ő egyedül, illetve hát még egy-két nem hamis proféta volt ugye a kortársai között, hogy ő egyedül ezt meg tudná fordítani. Tehát gyakorlatilag egy reménytelen küzdelem képét kellett, hogy öltse a számára, és hogy így meg tudjon állni, ugye az előbb is említettük a hitnek a nagy mértékét, hát itt megint azt látjuk, hogy ezt csak úgy lehetett, hogyha Jeremiásban borzasztóan nagy hit volt abban, hogy az Isten küldte őt, megerősítette őt, és rábízta ezt az üzenetet, és annak ellenére kell képviselnie az Istent, hogy senki más ezt nem teszi meg rajta kívül. Még köszönöm szépen, még mielőtt mondjak annyit, hogy eszembe jutott, miközben hallgattalak, az a kép, hogy ha van mondjuk egy háborús helyzet, és hadi tanácsot tartanak a vezetők, és akkor van valaki, aki áruló, már az is egy problémát jelent, de hogyha senki nem akar abból a katonai egységből, nem a győzelemért, vagy nem a jó tervek mellett lép föl, hanem ellene, akkor sokkal nehezebb
a jó terveket megvalósítani. Nem lehet. Nem lehet, egyszerűen nem lehet, igen. Nem lehet. De emberileg nézve nem lehet, igen. Ember, és olyankor jönnek az ilyen hősies események, amikor valaki mégis egyedül valami nagy dolgot tesz, igen. Amit itt Klári is megemlítettél, hogy ez rettenetes, hogy akiknek az valami lenne a feladatuk, mondjuk a papoknak, hogy pont azt nem csinálják. Most ez a bűnnek egyik alapmintája, nem? Egy alapeleme. Hogy pontosan aminek kell lenni valakinek, azt ő nem teszi, és az ellenkezőjét teszi. Tehát ez ha visszagondolsz az édenkerti történetre, ott olyan szempontból van ugyanez a minta, olyan szempontból látható, hogy a vádló mondja Istenről, hogy szerintem, mondja a vádló, Isten nem a szeretetnek az Istene. Tehát ő nem az, akinek ő mondja magát. Közben igazából tudjuk, hogy Isten az. Isten a szeretetnek az Istene, de a vádló hozza ezt az egész gondolkozást. És veti föl ennek az ötletét, hogy ilyen lehetséges, és ez mint egy métely fertőződik, hogyha a király nem szolgálja az egész népet, hanem uralkodik rajta, akkor az milyen borzalmas, hogy a papok, a proféták nem azt teszik, hogy az Istenhez vezetik az embereket, hanem Istentől elvezetik, hát az meg milyen borzalmas, hogyha az orvos nem ment, hanem pontosan az érzed, lehet folytatni tovább. Tehát ez a társadalomnak, igazából bűntársadalmának a leglényegesebb mintája, amitől meg kell szabadulnunk. Köszönöm szépen, Klári. Az jutott még eszembe, hogy milyen csodálatos, hogy Jeremiás nem inog meg. Igen. Tehát nem érzi jól magát, meg szenved, de végül is nem jut eszébe, hogy mégiscsak azoknak van igaza, akik nem azt mondják, amit ő. Tehát ez valami egészen különleges vonása szerintem Jeremiásnak, mert azzal együtt, hogy ugye a tanulmányunk azért megemlíti, hogy hát ő is gyarló ember volt, voltak nem csak hősi vonásai, de ebben nem ingott meg. Én úgy emlékszem, hogy soha nem jutott eszébe, hogy megváltoztassa azt, amit Isten rendelt neki, hogy mondjon. Igen. Tehát nem próbálta felülírni, nem próbált alkalmazkodni a többiekhez. Igen, jól látta a körülményeket maga Igen. körül, én még arra hívnám fel egy kicsit a figyelmet, itt az 5. fejezetben, ugye Péter felolvastat, hogy milyen szemléletes képekkel tervezik az álnok csapdákat az emberek, de például a 28. vers, eláradtak a gonosz beszédben. Igen. Tehát ez is megint egy arra példa, hogy ilyen az emberiség ma is, tehát a gonosz tervek, gonosz beszéd, gonosz dolgoknak a tervezése, végrevétele, aztán az irgalmatlanság, hogy nem könyörülnek a szegényeken, az árvákon, és a hamis profécia, ezek, amikről az 5. fejezet szól, Klári, igen? Igen, az jutott eszem, hogy ugye azt mondtam az előbb, hogy a papok és a proféták felelőssége, hogy a nép rossz úton van, de ebben, pont ebben a szakaszban az is ott van, hogy a nép szereti ezt. Szereti, igen. Tehát, hogy a népnek is van felelőssége, igen. Mert a nép mondhatná, hiszen ismeri ő is a helyes tanítást, igen. Elvileg, vagy ismerhetné. Mondhatná azt, hogy ez így nincs jól. Igen. De a nép ezt szereti, igen. Mert hogy ez kényelmes. Így tehát, van. Hogy itt azért a nép felelőssége is ott van. Nagyon köszönöm, Péter. Vagy itt a 28. vers végén azt mondja, a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot. És jön a 29. versnek a folytatása, az Úr válaszként azt mondja, hát ezeket ne büntesse még meg, ezt mondja az Úr. Igen. Tehát valahol érezni, hogy a proféta szaván keresztül az Úr megszólal, és azt mondja, hogy hát nekem is tenni kell valamit ez ügyben. Hát az én szívem is fáj, hogy a szegényeknek, a rászorultaknak nem szolgáltatnak igazságot. Ezt én nem engedhetem, hogy ez így maradjon. Muszáj, hogy megtapasztaljátok az ítéletemet. Most ez fölveti azt a fantasztikusan nehéz szempontot, hogy a szeretet Istene és az ítélet az hogy jön össze? Mert ez nekünk egy hatalmas kérdés, hogy lehetséges az, hogy van a szeretet
Isten, Jézus, aki mindenkinek megbocsájt, aki mindenkinek jót ad, de egy idő után azt mondja, hogy ha ti a szegényeknek, a rászorultaknak nem szolgáltattatok igazságot, hanem eltorzítottátok, és a hamisnak mondtátok, hogy igaza van, hát akkor én nekem meg kell szólalni. Igen, és pontosan ez az, amivel kapcsolatban a 23. fejezet 14. verse nagyon hangsúlyos szerintem, hogy a jeruzsálemi prófétákban a rútságot láttam. Paráználkodnak és hazugságban járnak, ugye ez ilyen lelki értelemben értendő, sőt pártját fogják a gonosznak, annyira, hogy senki nem tér meg az ő gonoszságából, amit te említettél, Péter, hogy a rosszra mondják, hogy jó, tehát pártját fogják a gonosznak, és ez miért baj? Csak az igazságtalanság miatt? Nem. Hanem senki nem tér meg az útjáról. Tehát ha nem hangzik el nyilvánvalóan a vezetőség részéről, a papok, a proféták részéről, a lelki vezetés részéről, hogy ez pedig rossz, akkor nagyon sokan azt követik, és ez azért baj, mert mennek a pusztulásba. Péter? Figyeld meg a 16. vers, itt a 23. fejezetben, ezt mondja a seregeknek, ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak a szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket, és szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Igen. Azaz ők a saját maguk érzéseit és gondolatait közvetítik, mint az Úr prófétája, és ehhez semmi köze Istennek. Tehát hogy lehet az? Hát milyen faramuci helyzet, nem, hogy egy pap vagy egy próféta Jeremiás korszakában föllép és elkezdi hirdetni, hogy ezt mondja az Úr, és az Úrnak semmi köze ahhoz, amit mond. Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódnék, hogy persze nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az, amit az Úr mond, és mi az, amit nem. És ez valahogy, amit Péter mondtál, hogy a kegyelmes Istentől, vagy a szerető Istentől nehéz elfogadni, különösen ma a modern világban, hogy teheti, hogy engedheti, stb. És hogy miért teszi. És az jutott eszembe, hogy egyrészt sose figyelmeztetés nélkül teszi. Igen. Tehát azért küldi a prófétákat, ugye évezredek óta, hogy figyelmeztessen. Másrészt, hát ha másképp nem sikerül tanulni, ha másképp nem sikerül az útról megtéríteni, mert hogy ugye Jeremiás is ezen panaszkodik, hogy hát nem térnek meg. Tehát valamilyen módon muszáj, hogy megtérjenek, rá kell őket venni, és ennek sajnos egyik eszköze. Amikor már nincs más hátra, akkor lehet a büntetés. És egyébként érdekes az, amit mondasz, hogy nem hallják meg, vagy hogy lehet eldönteni, hogy kinek a hangja. Igen, hát ez egy... Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. Tehát, ez az egyik kedvenc szimbólum. Igen, majd rátérünk majd a szimbólumokra is. Igen, köszönöm szépen. De tényleg úgy van, hogy Isten... Tehát, sokszor annyi zaj, meg annyi hang, meg annyi féle dolog megszólít bennünket, és nehéz eldönteni. De aki Istennel tölt időt az imádkozásban, bibliaolvasásban, valóban keresi Istent. Azt annak Isten megmutatja, hogy melyik az ő hangja. Péter... Hát tulajdonképpen itt van a Biblia, igen. Igaz? Mert ezért is olvassuk például a Jeremiás könyvét, vagy gondolkozunk el a 2015-ben Jeremiás könyvének üzenetén, hogy itt van a Biblia, ahol olvassuk Isten szavát. És itt a történetben éppen azt olvassuk, hogy bizony lehetséges, hogy akár papok, proféták is fölállnak, és gyökeresen mást mondanak, mint amit Isten mond. Na most ez megtörténhetett 2500 évvel ezelőtt, úgy tűnik, hogy azért megtörténhet a történelemben bármikor, és akár még ma is. Ezért kell nekem olvasni. És amit most mi csinálunk, lényegében az, hogy én most felfigyelek dolgokra, hogy bizony a bűnvilága milyen, és nekem pedig ehhez kell igazodni, amit Isten mond. De így a fegyelmezéssel kapcsolatban, ha csak azt a példát hozom, amit mondjuk a te helyzetedben, hogyha tanítasz az egyetemen, és van egy diák, akinek mi a felelőssége, feladata? Tanuljon. Na most, hogyha az a diák, akinek tanulni kéne, nem tanul, és akkor a vizsgaidő eljön, akkor te hogy fogod azt értékelni? Hát úgy, hogy legközelebb már csak megtanulja, nem? Hogyha, na most pedig te nem... És az ő érdekében. Az ő érdekében teszed, nem azért, mert nem szereted őt, igaz? De ő hogy fogja átélni ezt?
hát ez a tanárnő nem szeret engem, és biztos... Vagy kudarcként. Kudarcként, és stb. És hárítja, pedig neki kéne tanulni. Eszembe jutott, hogy volt egy érettségi találkozónk nem régen, és az egyik volt osztálytársunk panaszkodott arra, hogy amikor egyszer egyest kapott diák korában egy házi feladatára, hogy az neki milyen borzasztóan rosszul esett, és hogy mennyire nem szerette őt az a tanár, aki ezt tette. Persze egyikünk sem emlékezett a feladatra magára, hogy miért kapott egyes benne, ez megmaradt ez a tüske, és úgy tűnt, hogy 60. évén túl sem tudta, hogy mi volt az értelme annak az egyesnek. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy az isteni fegyelmezés után következik még egyházi feladat. Meg kell érteni az egyesnek a leckéjét, ez vagy a bukásnak lényeges. A leckéjét, és ha ez nem sikerül, akkor viszont nem a szerető Istent fogjuk látni a büntetés mögött, hanem a bosszú álló Istent, ami rettenetesen veszélyes. Mm-hmm. Tehát itt ugye, ha már a tanárság bejött a képbe, a tanárnak a felelőssége az, hogy meg kell értetni, hogy mi az, amit elvárt, mi az, amit szeretett volna, és mi az, ami nem történt meg. Tehát nem csak beírjuk a karót, ugye, hanem elmagyarázzuk, és azt gondolom, hogy a Biblia nem más, mint egy monumentális magyarázat arra, hogy Isten mit vár, és mi történik, amikor nem értjük meg, hogy ő mit vár. Nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, ez egy nagyszerű megfogalmazás volt, és talán ehhez csatlakozik, ami a 39. oldalról a tanulmányból egy kis idézet, hogy noha gonoszságot követtek el már, mint hogy a nép, Isten hajlandó megbocsátani nekik, meggyógyítani és helyreállítani őket. És itt van az érdekes kérdés, viszont ha ők visszautasítják a kegyelmet, mit lehet még tenni? Ugye, ez volt a dilemmája elsősorban Istennek, és Isten ezért indította a prófétákat, és minden korban ez a dilemma, hogy vajon mit lehet még tenni. Amit lehetett, Isten megtett, és amit lehet, Isten megtett. És ez a mondat is rávilágít arra, hogy Isten alapvetően elsősorban mindenek előtt a kegyelemnek és a megbocsátásnak, a szeretetnek az Istene. Na de mit lehet tenni akkor, hogyha azokat, akiket szeret, akiket kegyelemben akar részesíteni, akinek meg akar bocsájtani, az nem akarja, nem igényli ezt. Hát akkor mit lehet tenni? Hát ez egy hatalmas kérdés, de igazából nem az Isten oldaláról érdekes ez nekünk, hanem a mi oldalunkról, hogy hát éljünk a kegyelemnek és a szeretetnek a lehetőségével. Igen, köszönöm szépen. Aztán tovább lépünk most már, és Jeremiás könyve 19. fejezetében arról olvashattunk, hogy milyen komoly és súlyos ítéletet mondott Jeremiás Júda és Jeruzsálem népére, és aztán, hogy a 20. fejezet első 6 versében gyakorlatilag emiatt milyen következményekkel kellett Jeremiásnak szembenézni, hogyha esetleg egy pár szóval ezt valamelyik kötök elmondaná, összefoglalná. Lényegben azt látjuk itt a 20. fejezetnek az elején, hogy hát fizikai bántalmazásban kellett részesednie egy felnőtt Jeremiás prófétának, és jelen esetben egy Pashúr nevezetű pap, aki megvereti, tömlőcbe teszi, kalodába dugja, és a többi, tehát fizikailag, lelkileg is bántalmazza, és hát ugye nekünk a kaloda az valami rém ismeretlen eszköz, még akkor is, hogyha ilyen várlátogatásoknál mindig találunk egy aranyos kis fakalodát, amiben mindenki bedugja a kezét, fejét, és akkor csak lefotózzák. Ez nem volt annyira mókás. De az akkor hát nem volt mókás, és nem volt egész napon át. Igen. Vagy akár hosszabb ideig. Tehát itt a lényeg az, hogy ez egy lelki megaláztatás. Amit azért sokszor nehezebb elviselni, mint egy fizikai verést vagy bántalmazást. Nekem ilyen személyesen a katonaság jut ilyenkor eszembe, amikor nem is a fizikai volt igazán a nehéz, hanem az az állandó megaláztatási helyzet sor. Igen, köszönöm szépen, köszönöm. És tehát ez volt a nagyon nagy probléma számára. Megverték, tömlőcbe vetették,
Miért? Azért, mert igazat beszélt. Ugye van az a magyar közmondás is, hogy szólj igazat, betörik és betörik a fejed. Tehát ez önmagában elég rossz, de amikor Isten üzenetét képviseli, és ezért történik ez, tehát egy nagyon nagy ellenállással találkozott. És ki volt ez a pasúr? Mit tudunk róla? Akinek hatalma vagy joga volt arra, hogy tömlözbe vagy kalodába vettesse. Hát egy főpap lehetett, aki egyszerűen Isten káromlásnak vette, amit Jeremiás próféta, az igaz próféta mondott az Úr szájából, hogy így fogalmazzak, mint szóvivője. Köszönöm szépen. És milyen érdekes az, hogy ő, tehát engem mindig az késztett csodálkozásra itt Jeremiás könyvével kapcsolatban, hogy mennyire megfigyelhető az, ami a mai világban is, hogy bizonyos eseményeket az aktuál politika fényében, illetve az aktuális politikai erőviszonyok szerint értékelnek. Nem úgy, hogy igaz vagy nem igaz, jogos vagy nem jogos, hanem mit tűnik előnyösebbnek vagy hátrányosabbnak. És megdöbbentő az, hogy amikor Pasúr megveretteti Jeremiást, meg kalodába, tömlöcbe záratja, és utána Jeremiás azzal fordul hozzá, hogy azzal az isteni üzenettel, hogy nem Pasúrnak nevezett téged az Úr, hanem Mágor Misszábibnak. Hát ez egy héber kifejezés, aminek a magyarázatára találunk egy kis utalást a negyedik versben, mert ezt mondja az Úr, ímé én félelembe ejtelek téged és minden barátodat, és elhullanak az ő ellenségeik fegyvere által. Tehát ennek a Mágor Misszábibnak a szó szerinti jelentése valami olyasmi, hogy félelem minden oldalról. Igen, vagy rettenet. Igen. Igen. Tehát ez a biztos egy ilyen karakter volt ez a főpap, és hát nem szörnyű, hogyha egy főpap pontosan inkább inkvizítor, mint sem főpap. Tehát van egy ilyen mai föltámadt, vagy közkézen, közszájon forgó kifejezés, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Ez sok felől hallom vissza általában. Igaz, hogy ennek ugye nem az Isten áll a központjában ennek a mai mondásnak, de olyan szempontból teljesen igaz, hogy ha én tudom, hogy kinek szolgálok, tudom, hogy mit csinálok, és tudom, meg vagyok győződve, hogy az helyes. És emiatt bántalmazás ér, vagy bármiféle nehéz helyzetben találom magam, és mégis megmaradok, akkor ez igazából megerősíti az embert. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy jól emlékszem, hogy ugye azt jósolta Jeremiás, hogy a templom is össze fog omlani, mint ugye a Siló, a silói szentély, és hogy ez tényleg Isten káromlás volt, és ráadásul nem is tudták elképzelni, nem volt összeegyeztethető azzal a meggyőződéssel, vagy hittel, amit saját magukról ápoltak, tehát hogy ők egészen másképp gondolták ezt el. És erről ugye Jézus jut eszembe, hogy Jézus is olyanokat mondott a főpapoknak, amely egyszerűen felfoghatatlan volt a számukra, tehát nem úgy látták. És itt azt látom én nagyon, nagyon érdekes, vagy nagyon nehéz kérdésnek, hogy tud egy egész nép, vagy a népnek a nagy része annyira megtévedni, hogy azt, amit láthatna, nem lát, és hát megint ugye Jézus szavai visszhangoznak, hogy néznek, de nem látnak, és hallanak, de nem értenek. Tehát, hogy gyakorlatilag hogy lehetséges az, hogy a történelemben nem egyszer áll elő egy olyan helyzet, amikor az embereknek a nagyobbik része nem azt látja, amit látnia kellene. Igen, hogy Ézsaiás proféciájában is benne van, hogy megkövéredett a népnek a szíve. És ezért nem veszik észre azt, ami nyilvánvaló volna. Tulajdonképpen ez egyszerűen arra világít rá, hogy a bűnnek pontosan ebben van a,
a lényege, hogy egy olyan valami ez a bűn, ami egyszerűen elhomályosít, elködösít, és pont a lényeget nem fogja látni, és valami egész álomvilágban éli le az életét. Tehát úgy érzi, hogy Isten nélkül sokkal jobb. És én nekem csak most ez a mostani néhány évtizedem, ami a nagyon lényeges, és az örökké valóság, hát az nincs is. Igen, ma ugye Isten nélküliséget választanak azok, akik mondjuk, de ott nem, ők nem gondolták, hogy ők Isten nélkül vannak. Ők azt hitték, hogy ők Istennel vannak, tehát itt ez a megdöbbentő nekem. És pontosan ez az, amiről a múlt héten szó volt, hogy arra hivatkoztak, hogy az Úr temploma, igen, a nemzeti büszkeségüknek, igen, a tárgya, igen, az a látható, igen, szimbóluma annak, hogy ők valóban az Isten népének gondolták magukat. Igen. És ez a nagyon veszélyes, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy Istennel van kapcsolatban, de igazság szerint saját maga vált, saját önön bálványává. Igen. Ez a veszélyes dolog, és ez az, amivel itt szemben találkozott Jeremiás és Péter. Tulajdonképpen itt az az érdekes, hogy az, aki istentelen, az nem feltétlenül csak az ateista. Igen. Mert hívő módon is, tehát Isten félően élő ember is lehet Istentől elszakadt. Igen. Aki már csak a saját maga által felállított Istenét követi, ahogy azt ő képzelte el. És ennek a mindennapi életben látunk hány és hány példáját. Köszönöm szépen a tanulmányunk, hogyha tovább megy, azzal folytatja, hogy Jeremiás, amikor az ítéletet megfogalmazta, ami Pasúrból kemény büntetést váltott ki, akkor nem a saját szavait mondta, hanem azt mondta el, amire Isten kényszerítette, nem késztette, mondjuk úgy. És az Úr szavai voltak ehhez, tehát a népéhez. És a tanítói melléklet egy érdekes kifejezést használ erre az részre, hogy Jeremiás könyve 20. fejezetének a 7. versektől terjedő része gyakorlatilag olyan, mintha Jeremiásnak a Gecsemáné kerti élménye volna. Tehát egy, igen, olyan nagy szenvedést, mint tehát ahhoz hasonlítható vagy fogható, amit Jézus élt át a Gecsemáné kertben, a, igen, saját ráváró szenvedéseit előre átélve. És számomra az volt az egyik tragikusabb dolog, amit a tanulmányunk is megfogalmaz a 40. oldalon, hogy a proféták számára a legnagyobb fájdalmat az jelentette, amikor a nép visszautasította Istent, illetve, ami szintén a 20. fejezetben szerepel, hogy a saját barátai is azt figyelik, a tántorgását figyelik, hogy mikor esik el, hogy mikor foghatják meg, hogy milyen magára hagyatottság, elárultság érzése, a kétségbeesésnek az érzése van benne, nem? Mikor, hogyan lehet megtámadni, igen, Jeremiás prófétát, és hát ez egy borzalmas élmény, amikor azok, akikért szolgálsz, igen, akiknek akarsz segíteni, azok meg állandóan csak azt nézik, hogy lehet belét kötni, és hogy lehet azt megmutatni, hogy te vagy a rossz, és nem ők. Igen. Ez egy fantasztikus nagy lelki szenvedést jelent a prófétának. Milyen jó, hogy Jeremiás mellett azért ott volt Báruk mindig, illetve, igen, néha talán rövidebb időkre nem, de azért Jézus mellett ilyen nagyon kitartó, hűséges tanítvány, nem is tudom, hogy volt-e, akik nem veszítették el időnként benne a bizalmat, vagy akik nem tudtak vele együtt virasztani. Igen. Tehát, hogy mondjuk nem párhuzamosítható, csak eszembe jutott, hogy borzalmasan magányos lehetett. Aztán, igen, eszembe jutott, hogy na jó, de legalább ott volt neki Báruk, aki leírta a tanításait. Igen. Támogatta mindenben, sorstársa volt, tehát. Igen. És én ezt megfigyeltem azért, hogy valóban sokszor a
Egyáltalán a vezető szerep sokszor magányossá teszi az embert, a prófétai szerep is nagyon sokszor magányossá teszi az embert, de valahogy azt is meg lehet figyelni, hogy Isten azért arra is odafigyel, hogy legyenek olyanok, akik a legnagyobb krízisben, akik támogatásról biztosítanak, akik segítenek. Tehát, hogy nem hagyja, és én pont azt látom Jeremiás könyvében is, tehát beszélünk a rettenetes lelki agóniáról, küzdelmeknek a hosszú soráról, de azért az is benne van, hogy mindezt Isten nem közömbösen nézi. Tehát nem véletlenül van benne a Bibliában. Számomra ez is annak a bizonyítéka, hogy igenis Isten erre odafigyel, törődik, és a kulcs helyzetekben megadja azt is, hogy segítség is meglegyen. 2000 évvel Jézus után már abban a tudatban lehet élni nekünk a mindennapjainkat, hogy Jézus, aki emberré lett, itt élt közöttünk, ugyanezt a földet taposta, ugyanezt a levegőt szívta, ugyanilyen baráti viszonyokat élt át, vagy csalódásokat élt át, mint amiket mi. Ő nagyon meg tud érteni bennünket. Erről szól a zsidókhoz írt levélnek egy fő üzenete, hogy ő egy olyan valaki, akit tudhatjuk, hogy ő mindig barátként mellettünk áll, és egy olyan valaki, aki átélte velünk mindazokat, amelyet Jeremiás, amelyet te éltél át, amelyet én éltem át. Tehát hasonló dolgokban része volt, és nagyon is meg tud érteni bennünket. Velünk együtt szenved tulajdonképpen most is ezek miatt. Igen, és itt térünk rá arra a részre, amit említettél, Klári, az elején, hogy az égő tűz van a szívemben és a csontjaimban, hogy tehát ebben a nagyon nehéz helyzetben, amikor egy gyalázatáról beszélt, arról, hogy mindenki csúfolja, azért azt mondom, nem emlékezem róla sem az ő nevében, többé nem szólok. De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimban rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Hogy ez a kiszolgáltatottságnak az érzése, a reménytelen beletörődésnek az érzése, vagy az elfogadásnak az érzése lehet? Hát hányszor, legalábbis a magam részéről hányszor éreztem ugyanezeket a gondolatokat, amiket Jeremiás is itt megfogalmaz, hogy de minek csinál, miért? Miért kell nekem ezzel foglalkozni? Főleg akkor, hogyha még mások is azt mondják nekem, hogy hát te bajod, minek kezdtél ezzel foglalkozni? Na most, de nem tehetek mást. Tehát amit Pál apostol itt megfogalmaz az 1 Korintusi 9.16-ban, hogy jaj nékem, ha nem hirdetem. Nem attól fél Pál itt, hogy hát az Isten hogy meg fog büntetni engem, ha én ezt nem teszem, és akkor rettegek az Isten ítéletétől. Nem arról van itt szó, hanem azt mondja, hogy hát ezt egyszerűen nem tudom megtenni, hogy ne csináljam azt, amit nekem tenni kell. Igen, igen. Ugyanakkor ez nem egy kényszer. Igen. Mert ugye megint visszatérve Jónásra, hát ugye őt is elhívta az Isten, de Jónás simán el tudott menni a másik irányba. Igen. És igaz, hogy aztán persze ez nem maradhatott annyiban, de megteheti az ember egy erős elhívás kapcsán is, hogy nem engedelmeskedik. Most ugye Jeremiás elhívásának az erejét, ugye ez az érzékletessé tevő kép, hogy mint a tűz. A képernyőn is láthatjuk ezt a... Mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve. És erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Mármint azt, hogy nem szól. Nem teheti, hogy nem szól, amit te is említettél, ugye Luther nem teheti, hogy hát ott áll, és tehát nem vonhatja vissza azt, amiben hisz. Tehát, hogy Jeremiásnak ez egy döntése, ami akkor is fáj neki persze, ha ő döntötte el. Tehát ez nem jelenti azt, hogyha az ember engedelmeskedik az elhívásnak, onnantól fogva borzasztóan könnyű és boldog az élete. Tehát nekem ez a csontjaiban rekesztett tűz, ez inkább a fájdalomnak a képe, de ugyanakkor a nem tehetem az nem kényszer, hiszen megtehetné. Igen. Nem teszi meg. És vállalja a fájdalmat. Mert tudja, hogy ez a jó döntés. Tehát ez a jó döntés. És hát ugye persze Jónás is megjárta, mert ugye dönthetett ő másképp, de utána csak át kellett élnie
azt, amit nyilván Jeremiás is enszer átélt, amikor ugye magában azok nincsenek talán a Bibliában leírva, de magában hadakozhatott azzal a helyzettel, és mindig azt éli át, hogy de hát te küldtél le, te akarod, hogy ezt mondjam. Igen. Ezért ezt mondom, hogy Jónásnak is át kellett élnie, hogy de hát te vagy az Isten, hát hogy is gondolhattam, hogy elszökhetek, amikor te mindenütt ott vagy. Igen. Úgyhogy ezt be kell látnia mindenkinek, és vagy úgy látja be, hogy saját magától, vagy megkapja a leckét. Igen, itt Jeremiás talán azt látta be, amit Pál apostol később megfogalmazott, hogy tudom, kinek hittem. Péter? Egy gyönyörű szép képet hadd idézek Ámostól, amit a tanulmányunk is idéz. Igen. A harmadik fejezetben ugye beszél az oroszlán képéről, negyedik versben megfogalmazza, hogy ordíté az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia. Tehát azt a képet hozza fel, hogy van értelme, hogy az oroszlán az elbődül az erdőben, és utána így folytatja, két verset olvasnék fel, a 7. és a 8. verset, mert semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak, és erről beszél, erről ezt látjuk Jeremiásnál, és utána a 8. vers nagyon érdekes, azt mondja, ordít az oroszlán, hát ki ne rettegne. Az én uram az Úr szólt, hát ki ne profétálna. Gyönyörű ez a kép. Igen. Ugye mi még nem néztünk szembe oroszlánnal, maximum az állatkertben és a tévéképernyőjén keresztül, tehát abszolút biztonságban. De maga az a tény, hogy azt akarja elmondani, hogy ha egyszer az Úr megszólal, hát akkor én nem tehetek mást, akkor szólnom kell nekem is. Köszönöm szépen, Klári. Még az is eszembe jutott, hogy ez egy olyan erő, tehát ugye az elő fölvetődött, hogy honnan lehet azt tudni, hogy ki az Isten profétája és ki nem. Tehát az Isten olyan erővel szólít meg, aminek nem lehet ellenállni. Akkor sem lehet ellenállni, ha szenvedést von maga után, akkor sem lehet ellenállni, ha józanészt fölülírja. Tehát gyakorlatilag visszaigazolás, most túl azon, hogy összhangban kellene állni a Biblia egész tanításával, ugye? De amennyiben valakinek mondjuk nem áll rendelkezésre a Biblia egészen, mint ahogy nekünk, akkor onnan is megtudhatja, hogy az, amit nem lehet nem tenni. Igen. Tehát amire olyan erős késztetést érez, vagy elhívást, aminek nem lehet ellenállni. Igen, ezzel együtt mégis olyan szenvedést is jelentett neki, hogyha tovább megyünk, a tanulmányunk megfogalmazza azt, ami Jeremiás könyve 20. fejezetének a 14. versétől kezdődő részében van, hogy gyakorlatilag a saját születése napját elátkozza. Igen. És a tanulmányunk megfogalmazza azt a gondolatot, amit most felolvasnék, és a képernyőn is láthatjuk mindjárt, hogy sokan hasonló helyzetbe kerülnek időnként. Elméletileg ismerik Isten minden ígéretét, de a szenvedés és a fájdalom annyira letaglózza őket, hogy az ígéretek háttérbe szorulnak, és az egyetlen dolog, amire gondolni tudnak, az a szenvedésük. Reakciójuk nem helyes, de érthető. Tehát ezzel, most nagyon rövid már az időnk, tehát Jobb könyve 3. fejezetében is a hasonló dolgokat olvashatunk, Jobb saját maga és a saját születése napját is elátkozza. Azt mondhatnánk, hogy az Úr túllát, ami szenvedés miatt megfogalmazott gondolatainkon, érzéseinken, és nem csak azt látja, amit éppen mondunk, hanem látja, hogy itt a bűnben ott lenni és a szenvedésben benne lenni, hát világos, hogy egy földi emberből kihoz keserves gondolatokat, és esetleg megátkozom azt a napot, amikor én születtem. Köszönöm szépen. Amikor én egy olyan nagyon rossz helyzetben voltam, ami számomra nagy szenvedés volt, akkor úgy éreztem, hogy ezeket a napokat el kell viselni, csak valahogy át kell élni, valamivel el kell múlatni a napokat, mert valóban az idő nagyon sok mindenre meghozza a megoldást, a gyógyírt. Szerintem az elkeseredés a természetes dolog, nem lehet ezt bűnnek tekinteni. De az biztos, hogy
hogy az az igazi megoldás, amikor az isteni ígéreteket meg tudja ragadni az ember. Ezért nagyon fontos olyan biblia szövegeket megtanulni, amelyekben az isteni kegyelemnek, megerősítésnek az ígéretei vannak. Péter, a proféta azt... keserű szavai nem az Isten felé hangoznak el igazából, hanem az események miatt, amiket át kellett éljen. Köszönöm szépen, Klári, akartál még? Igen, arra gondoltam, hogy ugye hogy lehet túlélni a szenvedést. Tehát, hogy az ember a szenvedésére pont az jellemző, hogy elmerül benne. Igen. És hogy ugye az egyik az az, ha megtanul bibliai igéket, az igen. Igaz, hogy nem rossz. De a másik, hogy amikor tapasztalja a visszatérő szenvedéseit, akkor visszagondolhat arra, hogy de a múltkor is elmúlt. Így van. Tehát, hogy tudatosítja magában, hogy ez egy átmeneti állapot, hogy ez nem a stabil valóság, ez egy érzelmi állapot, ami elhomályosítja az ítélő képességet, de van valami, ami ezt fölülírhatja. Igen. Tehát ez nagyon nehéz egyébként, hogyha az ember éppen szenved, de azért ez egyfajta lelki gyakorlat lehet, igen. Hogy túléljük. És sajnos ezzel minden embernek meg kell ismerkedni. És akkor még egy rövid említés erejéig beszéljünk az utolsó képről, a fazekas és az edény, az általa gyártott edénynek a képéről, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első részében, szakaszában olvashatunk erről, hogy a fazekas a képen az agyagot formálja, de észreveszi, hogy a még lágy, képlékeny anyag nem úgy alakul, ahogy ő eltervezte, akkor gyorsan megváltoztatja, és más edényt készít belőle. Sokszor így van Isten is, aki látja, hogy a rossz döntéseink következtében hogyan rontjuk el azt az agyagot, agyagedényt, amit ő készítene belőlünk, és ezért B és C és D és következő tervei is vannak az életünkben. Jó dolog tudni azt, hogy egy mennyei fazekasnak, egy hatalmas teremtőnek a kezében alakulhatunk, és ígéretes jövő áll előttünk. Ezzel szeretnék elköszönni a kedves nézőktől, nektek pedig köszönöm a nagyon értékes gondolatokat és a beszélgetést. Viszontlátásra!